Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Strategic Command World War II World at War folytatása. A japán menetünkkel. Lássuk a németek lehetőségeit. Meg az olaszokért persze. Ideális nyári idő. Ekkor tudnak előre törni, ha tudnak. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz eredmény az. Nem is jó, de nem olyan rossz. Fogynak a repülők minden irányba. Ki tudja, meddig bírja. Szovjet. Talán hozzá tudok járulni. Nem túl sokkal, mint látható. Hát ennek nem örülök. Azt úgy látom, azt eldobta. Vagy legalábbis nem kellően használta ki. Vadászhatott vele volna. Így vagy akár két repülőt is egy jobban átgondolt mozgással. No mindegy, szerzett magának egy Tallint. Lő egy repülőt. Fél siker, de valami. Egy érdekes lépés volt. Hát ezt azt hiszem könnyen lehet, hogy bukja azt a tankot. Ennyi ellentámadó erővel. Azt a tankot sajnos így nem tudom garantálni. Nem lepődnék meg, ha elfogy. Ami immáron egy újabb, lassan harmadik vagy negyedik elvesztett tank lesz. Ezt nem nagyon bírja anyagilag a német. Még ha nyilván a szovjet se nagyon bírja két-három körönkénti elvesztett hadsereget, plusz a töménytelen repülőt. De hát előbb-utóbb ugye jön a partra szállás is. Na jó, az még ideális esetben majd két év. Hát Kína bukott egy újabbat, de mondjuk a kínai morál az végtelen ilyen értelemben. Az nem fog elfogyni. Csak annyi, hogy a gazdasága apad. Lassan-lassan el. Ha körönként meg tudunk enni két kínai egységet, akkor nem nagyon fog növegedni, nőni a hadereje, növögetni. Inkább elmegy, helyes. Legyen úgy.
No, sérült egyeske. Nem hiszem, hogy olyan rosszul állna ellátmány terén, város mellett. Bárki tudja. Bárki tudja. És feltölti maxra. Ahogy várható volt. Még egy kínai tank. Nagyon szereti a tankokat. Alapvetően én is, mert relatív könnyűek kilőni. Viszonylag egyszerűek. Nem túl egyszerűek, de viszonylag egyszerűek. Ahhoz képest, hogy elég drágák. No. És persze, stratégiai bombázásban még kárt tett a repülőkbe is. Na mindegy. Így alakult, így alakult. Na jó, Guamot előbb-utóbb majd meg kell oldani. Valakinek. Csak úgy, ránéz, puff. Hát ennek nem örülök. Na hát ez van, egy kicsit. Merész volt a felállásunk. És most megkaptuk érte a büntit. De az igazi büntit a német kapja. Egy tank majdnem mínusz. Másik egyenre megúszta. Három tankja. Összesen öt tankja van. Ouch. Megnyugtató, amikor a németeknek van kevesebb. Nem így kéne állniuk. Nagyon nem így kéne állniuk. Megúszta. Nagyon megúszta. No. Lesz-e szerencsém ledóba besétálni? Mert az akkor azért nagyon sokat segít. Vagy vérgőzös harcot fogunk itt folytatni. No. Azért egy kis sérülés begyűjt, legalább. Cserélt. Zargatás. Kommandók részéről. Krétai manőverek. No, hogy smint. Ó, egység Etiópiáma. Az majdnem hasznos. Az Edelédi. Az még hasznos lehet. Azt megpróbáljuk levadászni. Hát az a baj, hogy nem érünk rá.
Természetesen csatahajóként kérjük a Shinano-t. Nyilvánvalóan és minden körülmények között csatahajóként. Jó. Oké. Egy süllyeszt. Ez eddig jó. Ez nem annyira. Taktikai. Budj. Végtelen messzeségben van. Remek. Na mindegy, kilőttük. Jó. Meglátjuk. Merész, de kellett. No. Hát azért süllyesztettünk itt 2-3 hajót. És akkor a következő körbe ugye megpróbáljuk ezt a Sydney bevételét. Azért nem mentem egyből oda, mert akkor nem tudok támadni és partra szállni. Ami bizony nagyon-nagyon hasznos lenne. Cserébe így egy picit többen lesznek majd ott a zargató erők, de hát ez van, minden nem lehet tökéletes.
Jo. Ezt nem mondod, hogy nem tudunk kettőt menni innen. Most meg majd be fog rakni oda egy egységet. Ennyire mókás, egyáltalán nem. Na mindegy, egyet megettünk. Az számít. Mondhatnám azt is, hogy az számít. Hát ez így nem annyira frankó. De hát ez sok szempontból mennyiségi alapon megy. Csodás. Na, hát nem azt mondom, hogy előrébb vagyunk, de azért valami. Valami halad itt Vlagyivosztok környékén. Csökken az ellátmánya Vlagyivosztoknak lassacskán. Hát a maradék az továbbra is katasztrófa. Na igen. Egyszer lenne jó nekem ez a dobás, de nem. Látom, azt nem kapjuk meg, hogy ebből én valaha is jól jöjjek ki. Akkor húzzuk a vadász képességeit. Hát ha segít. No, mi van itt? Van egy Wake Island-es egység. De azt csak simán transportba rakjuk. Nem, te majd valahova tartasz. Leginkább ide. Értelemszerűen. No, diplomáciába akarok-e? Többet nem, mert nem tudunk. Jól. Kutatás. Nem azt mondom, hogy nem akarunk, csak jelenleg nem tudunk. Hát. No, tudunk bombázót venni. De csak... tengerit. Kis hordozó. Igazából nem haszontalan az se, de nem kell.
Védelemnek nem rossz, vadásznak. És az egy ilyen szuper olcsó, de vadász. Bizonyos értelemben, ráadásul tengeri. Nem olyan katasztrófa, mint elsőre tűnik. Igazából azt a feladatot, amit kell, hogy itt repülőt fogjon, azt ellátja. Úgyhogy akkor azt hiszem ő lesz a nyertes. Megveszünk egy Garrisont. Lesz helye. Mindenképpen lesz helye. Még egy HQ. Még egy Spec Force. Hát a HQ meg a gyalog az megy a szovjet frontra, az nyilvánvaló. Valószínűleg ide Vladivostokba. A többi még nem tudom. Hát meglátjuk. Meglátjuk, mire futunk ki ebből. Hát kétségeim vannak, hogy eleget futunk ki. De azért fogynak. De mondjuk, hogy Smolensknél kell még harcolniuk, az nem egy jó hír. Már rég Moszkvát kéne ostromolniuk. Mert a sztálingrádi csata az, ha úgy tetszik, halad. Abban a formában, hogy a játék tudja adni. Mondjuk, ha nem nullás lenne minden szempontból az a tank, lehet, hogy potensebb támadásokra lenne képes. De ez csak egy koncepció. Mondjuk úgy egy ötlet. Aha, azért itt halad. Erre az északi, meg a középső vonal közti feladványra. Még lehet ebből valami. Ippek hogy, de lehet valami. No, még egy támadást arra a tankszerű képződményre. Ne hagyjuk már ott egy HP-n. Ez nem túl egészséges. Pedig úgy látom ennyi. Legnagyobb sajnálatomra úgy látom ennyi. Hát ugye az angola afrikai sikere után nagyon jól áll. Az a fő probléma. Ott nem elvesztett területeket, hanem szerzett az olaszoktól. És nem elvesztett morált, hanem szerzett az olaszoktól. De mondjuk egyenre úgy fest az olasz, az megúszza. Igen. Yeah. Sajnos benne volt, hogy így viszont adunk időt egy picit jobban felkészülni nekik.
Hát majd meglátjuk. Hogy ez mennyire jó vagy rossz nekem. Alapvetően nyilván rossz, mert hosszú körökkel rosszabb és tovább tartó harcok lesznek. De mindegy, hát első körben kiszedtük a hajókat. És az ausztrál ellátmányt ezzel meg is ettük. Ami azért annyira nem vészes, az angolnak legalább útba van. Legalább ennyit már megtettünk. Át fog sétálni nyilván. Ne is próbáljon más tenni. No. Egy védőt már elcsábítottunk. Kényszerítettünk, hogy hozzon egy egységet. Töltögetősdi. További szállítások. Északról délre, délről északra. De legalább viszi a pénzét a szovjetnek. Ez mind-mind hasznos. Jobban örültem volna, hogyha nem ő lép most akcióba. Megmondom őszintén. De hát ez egy ilyen hadviselési feladvány, ahol nem feltétlenül az a jó, amit csinálunk, hanem a következményei a jók. Angolok, indiaiak, mi egyebek lekötik az erőjüket és a gazdaságukat. És így több marad a németeknek. Mert nem velük harcolnak. Mondhatnám azt is, marad a szovjetekre. Picit több német gazdaság. Hát ez az, hogy ezt levadásza. Teljesen jogos. Azából én most Rostovot levadásznám, meg azt a másik egységet elvágnám Rostovtól. Hogy végleg kiessen. Még egy egység mínusz. Ezt nem nagyon tudja finanszírozni a német. Hogy most itt eldobálja a jugoszláv, meg ilyen-olyan-amolyan aprólékot. Ráadásul a piciket, amiket eldob, az körülbelül sosem fogja újjáépíteni. Míg a németeket csak-csak. Tehát ilyen értelemben a szövetségesek erői az nagyjából egyszer számítanak, és soha többet. Úgyhogy azok akár úgy is lehetjük, hogy a legértékesebbek. Merész, hogy a semmiben ott egy német romboló, és nincs útban senkinek. Nem is láttam, hogy oda vonult, úgy döntött.
De most legalább látni fogja, hogy hol van a célpont. Ennyivel előrébb van. Legközelebb. Új egységek, és azzal lassan be is fejezzük. Már vásárol. Veszteségek és egyebek. Brazília érkezik. Kréta. Mi egyéb? Rengeteg konvoj. Azt legalább egész jól teszi. Meglepően jól, általában nem szokta ilyen szépen csinálni a tengeri vadászatot. Hát azért megint egy 20, 30, 40 körül itt megevett, azért az nem egy rossz eredmény. 40 MPP környékét kirágni az angolból. Japán Gerzson. Kidobjuk, majd valahol számít. Ez egy érdekes kérdés. Le fogjuk vadászni azt. Na és esik. Természetesen esik. Mi más lenne, mint hogy esik. Az egész nyomvad szigeten esik. Há. Ki a feladatát elvégezte? Okay. Oké. Partra szálltunk és van egy kikötőnk. Nem túl jó, de van. Remek, pont ezt ígérted. Tehát kétszer nem teljesítettük a feladatot. Kétszer nem tudta megdobni az ígért eredményt. Háromszor nem tudta megdobni. Tehát négy támadásból két eredményt hoztunk. Csak megvan, nyomolja. Lehetett volna ebből a... nem is tudom mi. Értékes HQ támadás, vagy valami.
No mindegy. Te, mint vadász, bemész ide. Azért ezt, amit tudsz, azt megteszed. Azért vagy mégiscsak. Nem azt mondom, hogy ettől előrébb vagyunk. De sajnos nem vagyunk ettől erőrébb. Olyat kint ücsörök hátha alapon. Remek! Egy kicsit beragadt. Hát tudom már miért raktam oda, de mindegy. Feladata ott alapvetően nem rossz, csak nem is hasznos. Annyira. Na jó. Ez úgy látom, már nem nagyon fog haladni sehova. És persze, hogy nincs meg. Hát miért lenne meg? És természetesen tudott hozni egy tankot. Jó, hát ez nem tudok mit tenni. Ha tud egy tankot hozni a semmiből, akkor tud egy tankot hozni a semmiből. Akkor így jártam. Csak leesett. Majdnem. De mint látható, már nem tudja tölteni minden egységét, úgy látom. Már elkezd erőket elveszteni. Ami azért mindig hasznos. 2-2-t ígérsz, persze, hogy nincs meg. Nem is tudom, hogy mire alapoztam volna az, hogy megvan. Mikor tartotta be az ígéreteit? No. De mindegy. Kapunk egy erőt. Megkapunk egy erőt.
Igazából... Kell nekem ez itt? Hát lehet, hogy... Sőt, én inkább azt mondom, hogy biztos, hogy kell. Majdnem biztos, hogy kell. Jobban járok, ha elkezdjük lefele hozni őket. És akkor van egy-két egység még itt szükség esetére. Jó. Ausztráliához. Mert ugye ki tudja, hogy mi lesz itt. Jó. És ennyi volt a fene nagy japán gazdaság. Új fent. No, hát még egy körre jók vagyunk. Ezek relatív gyors körök. Főleg a sajátjaim. Dupla gépi körök nem annyira. Na, de azért az ausztrál partra szállás első fázisa sikeres volt. Két erőt kiszedtünk, beleértve egy friss tankot, annak nagyon örülök. Hogy azt meg tudtuk csípni még mielőtt gondok lettek volna belőle. És utána talán lehet szerencsénk egy gyors kiütésre. Canberrán és Adelaide-en. Amivel ugye leesik az ausztrál gyalogosok nagy része. Meg talán az ausztrál flotta is részben elesik, bár gondolom az angolok átveszik a nagy részét. És akkor utána vadászhatjuk a különféle amerikai erőket Ausztráliába, de ellátmány hígján azért nem annyira lelkesek. Na, ez szép volt. Egy szovjet tank ment a levesbe. Kicsit egyenlítjük a mérleget. Nyilván a szovjet elleni támadásunk az egyenlőre még csak olyan szépészet. Majd akkor lesz igazi, amikor a Ausztrália után a ausztráliai erőket is föl tudjuk oda küldeni. Most még alig több, mint hát küldünk, amit tudunk, hátha segít. De azért az angol gazdaságot megcsapja. Ausztrália végleges elvesztése. Majdábbis egyelőre ideiglenes, de hát innen remélem nem vernek ki minket, mert az kellemetlen lenne. Hát így járt. Ne menjen az erdészetbe, ha nem bírja. További ausztrál erők. Partizán zavargások. Itt ottam ott. Olaszok Tobruk ellen. Valamit lőttek.
az is valami. Fejlesztések. Némi bevétel. Valaki útban van ott a holland-kelet-indiai zónába. Bár lehet, hogy csak a szingapúri kikötőben lévő erőkről van szó. Vagy vagy garázdálkodik ott egy tenger alatt járó. Egyetértek, India lépjen ki. Föl is adhatjátok. Sőt, át is állhattok. Sajnos ilyen opció nincs. Ezt tudjuk, de... azért a jelen helyzetből reális lenne, ha egy kicsit elkezdenének ezen gondolkodni. És itt komoly próbálgattok? Hát ez kellemetlen neked. Megpróbálta, hát az aprólékunkat megtámadta, belefér, azért van, hogy azok sérüljenek. Ne a hordozók, meg a nagyvasak. Nyilván jobb lett volna egy kis ráfutás, vagy ilyesmi. Egy azért volt. Azt szerettük is. Egy fél hordozó cirkáló leugrott. Nem az igazi, de valami. Váratlan légiharc a földközi tengeren. Nem gondoltam volna, hogy ott vannak erői a olasz repülőknek. De végül is nem teljesen hülyeség, mint látjuk, hogy Görögországba tartja a vadászaik egy részét a olasz légierő. Csak nem is feltétlenül jó ötlet. Érkezik, ami érkezik. És visszaveszi. Ahhoz, hogy be is tud lépni sajnos. Na, ez egy baráti 2-2-es csere. Nem jó, de... jó ideje a legjobb. Ajánlat. Ouch. Azért a HQ-idat ennyire ne pazarold el. Ezt nagyon szereti a gép front közelbe tenni olyankor is, amikor abszolút nincs rá szükség. Mert hogy én a kikötővárosba tettem, hát ne, hova tegyem. Hát azt a magyar erőt nagyon levadázták. Nyilván az a garizon az hamarosan elvész, de a feladatát megtette. Kicsit fölkészült, kicsit javít a helyzeten. Mondjuk, ha nem foglalja el senki azt a várost, akkor nem olyan vészes. Merész ausztrál akció most. Hogy szerez magának ezzel egy kikötőt ott. Miközben éppen elfoglaljuk
Ausztráliát. Lehet, hogy nem erre pazarolnám el az erőimet. Ausztrál parancsnokként. De ez lehet, hogy csak az én véleményem. Hoho, szállítja sok-sok transportot. Kérdés, hogy honnan, hova? Ausztráliába tartanak az erők? A nagy kerülő úton? Vagy Atlanti-óceánon, azon a torcs keretében már? Észak-Afrikához? Mind a kettő reális. Vagy egyéb galád akciókat próbálgat. Ki tudja. Ki tudja. Hát ez kritikus info. Az már úgy vélem a torcshoz készül. Érkezik a Musashi. Mindig hasznos. Még egy nagy vas. Jó. Jó. Azt meg feltöltjük. Jó. Hát nem ideális. De egyelőre ennyit tud. Te elhúzol ide. Majd ott feltöltjük, vagy valami lesz veled. Ezt elszúrtam, nem kellett volna átmenni rajta, tök fölösleges sérülést begyűjtve. Na mindegy. Lőttünk azért kettőt, vagy hármat, vagy ahányat. Remek. Akár ki is lőhetnél. De nem. Bohóckodunk. De most komolyan.
Komolyan mi volt ez? No mindegy, hát... Jobbat vártam, azt nem mondom, azt nem tagadom. Ezt nem tagadom, hogy jobbat vártam ennél. Oké. Időnként érdekes grafikai elemeket dob be. Se baj. Se baj, Tóbiás. Hát még nem hiszem, hogy áthoznám a bombázót. Nagyon is jó helyen van az. Jó. Végre tudjuk úgy upgrade-elni, hogy nem vesz el belőle az erő nagy része. Talán. Na, hát ők majd mennek itt az afrikai bohóckodásra. Itt próbálunk majd város szerezni magunknak. Az a kritikus terv. Na, azért egy újabb kínai leesik. Vagy felhúzzuk 6-ra. Nem egy nagy eredmény, de... De eredmény. Oké. Most kéne valaki, aki be tud oda sétálni, de nincs. De azért a vége az... Az 2 vagy 3 meghalt egység továbbra is. Nagyszerű. Hát majdnem. Meg majdnem rásétál erre a városra így. De nem. De a vége az, hogy nem. Ezt hova is akartam küldeni ezt a... A Gerzsont. Megmondom, őszintén fogalmam sincs. Bár valószínűleg Ausztráliára. Bár mondjuk Sydney meg Melbourne az igényel majd egyet.
Jó, ez a Brisbane nem érdekel. Meg a Perth, meg az egyéb ilyen akármi. Az majd megoldja magát. Mondjuk akkor ide el lehet küldeni egyet. Fölösleges. Ezeket megfoglalja vissza, ha nagyon akarja. Ha annyira oda van érte. Mondjuk itt nem ártana majd egy. Ha innen akarunk ellátmányt küldeni. Bár most egyelőre a déli út is működik. Többnyire. No, van 200 pénzünk, meg egy hajónk. Ezt most raktuk ki. Hát akkor az majd egyszer. Abból tudunk venni egy újabb gyalogot. Légvédelem nélkül belefér. Légvédelmet majd valamikor megvesszük, vagy nem. No. Hát egyelőre ennyi. Ausztráliai partraszállásunk sikeres, de küzdelmes. Egyáltalán nem olyan gyors, mint terveztem. Némi eredmény. Vladivostoknál a következő körbe elvileg meg lesz, és akkor azért ez a csapat elkezd itt lassan körbe mászni és megérkezni itt Borza, onnan meg Irkutszk környékére. Valószínűleg onnan leugrunk Ulánbátorra, mert muszáj. Meglátjuk. Egyet tudunk tenni vele, és az nem egy rossz opció lenne, ha lenne elég transportra. De nincs. No mindegy, majd legközelebb, mára ennyi.